kukkáló autó. Olyan lágy a hangja, mintha simogatnák az ember. Úgy van, mintha simogatnák. Én a rádióra értettem. Én is vagy csak kisasszonyom. Nem. Kisasszony. Ó, kisasszony. Na most megtanítom magát, hogy kell a festékkel spórolni. Ezt figyelje meg. Egy a párna, egy a részvény. Egy lehellet, egy a részvény. Egy a párna, egy a részvény. Egy lehellet, egy a részvény. Ez az én találmányom, jó mi? Remek. Igen. Hű, a vere autót fel! Ne hümmög! Te vettél egy autót? Én? Hát hogy képzeled? Kérem, valami tévedés lesz. Nincs kérem, tévedés. Kovács, fel a Hadnagy utca 5. Tessék, csak kérem aláírni. De kérem, én azt se tudom, miféle autóról van szó. Tessék, kérem, talán kinézni az ablakon, ott áll lenn. A mese autó! Mese autóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Igen, ez mai filmünk, köszöntjük Önöket, ez a Szélesvásznú történelem. Nem hagyhattam ki az éneket, 1934-ben utazunk vissza, melynek rendezője Gál Béla, operatőre pedig Balázs Henrik, és itt van már velünk Dudás Viktor filmszakértő. Szervusz Viktor, köszöntünk itt a stúdióban. Szervusz, köszöntöm a kedves szervusz, nézőket. Szervusz, jó estét. Szervusz, kívánok. Ne haragudjatok, nem hagyhattam ki. Ne, annyira jól tapsolhatunk, mint most így bravo. Nem, de hogy én azt gondolom, hogy ez a sláger, ez nem csak ez a sláger, hanem természetesen maga a történet végigkíséri ennek a nagyon klasszikus és ikonikus filmnek a történetét. Nyilván erről beszélgetünk majd, de Bence, te... Igen, nagyon vidám volt a nyitás, és nem akarom elrontani a jókedvecset, de azért tudjuk, hogy a Horthy korszak azért nem csak erről volt nevezetes, hogy jobb-nagyobb filmek születtek, hanem ott azért viszont beárnyékolta a 3 millió koldus ország, hogy más nem mondjak, az a társadalmi immobilitás, ami átszőtte az 1920 és 44-45 közötti időszakot, és egy picit azért talán a film is erről szól, a kis irodista lány hogyan tud idézőbb karriert csinálni, vagy hogyan tud kiszakadni abból a kispolgári millióból, amit egyébként a szülei predesztináltak neki. És hát nagyon sok olyan momentuma volt a Horthy korszaknak, ami ugye talán jobb, hogyha meg se történt volna. Ebbe talán most nem is érdemes belemenni, hanem tényleg beszélgessünk egy kicsit a vidámabb témákról. Arról, hogy ez a meseautó egyáltalán hogyan született. Ugye nem olyan messze vagyunk még az első hangos filmtől, a Kék bálványtól, 3 éve. Ugye 31-ben született a Kék bálvány, utána a Hippolyta lakár rögtön, és 34 a meseautó. Fejlődött valamennyit a hangos filmgyártás abban a 3 évben? Mennyire illeszkedett a nemzetközi trendekbe a magyar hangos filmgyártás? Hát akkoriban, hogy a magyar filmgyártásról azt mondhatjuk, hogy tényleg a világ élvonalát képviselte. Most ezt utólag visszanézve lehet egy picit cinikusan azt mondani, hogy persze, mert akkor mindenki még nagyon közel egy szinten volt, hiszen ugye a hangos film akkor kezdett el elterjedni. De az ötletesség szintjén az, hogy ugye például a Hippolyta lakály is tulajdonképpen műfajt teremtett, ami nemzetközileg is mérhető számú követőt eredményezett. Aztán ugye maga a meseautó is tulajdonképpen lehet mondani, hogy még a mai napig érezteti a hatását, mert azok az elemek, azok a fordulatok, amik a filmben szerepelnek, azok még napjaink, mondjuk így, hogy filmes történetmesélésében tetten érhetőek. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon meghatározó és nagyon-nagyon inspiratív korszaka volt a magyar filmgyártásnak. Tehát kevés olyan korszaka van mondjuk így a magyar filmgyártásnak, amely konszenzusosan, tehát hogy a közönség és a szakma és generációkon átívelően is azt mondja, hogy igen, ezek a filmek, ezek meghatározó alkotások, és egyfajta obeliszkjei a magyar filmművészetnek. Köszönhetően annak, hogy egy olyan elképesztő színész és alkotógárda érezte magát elhivatottnak, hogy ezzel az új médiummal kezdjen valamit, és ezen az új médiumon keresztül olyan történeteket meséljen el az általad említett nehéz kilátástalan sorban élő embereknek, ami tulajdonképpen tényleg egyfajta
jótkedv derítő ampullaként hatott mindenkire, aki mozijegyet vett, meg arra is, aki mondjuk éppenséggel lehet, hogy a filmet nem tudta meglátni, de mondjuk a mozi hátsó kijáratánál rátapasztotta a fülét, és hogyha hallotta a slágert, vagy utána, ha elsétált egy mulató előtt, és ott a zongorista az aktuális dizőzzel a meseautót szólaltatta meg, akkor mindenkinek egyszerre újra megdobbant a szíve, mert ugye olyan pozitív gondolati élmények, olyan pozitív gondolati tapadások vannak, ha meghalljuk ezeket a melódiákat, hogy tényleg az ember a mai napig úgy érzi, hogy igen, ez az enyém, ehhez én is hozzá akarok tartozni. Hát ugye, ha már a színészekről beszélgettünk, illetve ezekről az ikonokról, akik többek között ebben a filmben is szerepeltek, csak pár név, Tolnai Klári, Perczel Zita, Gombaszögi Ella vagy Kabos Gyula. Kabos Gyulának ugye meghatározó szerepe is, természetesen játéka is van a filmben. Jöjjön most egyébként Kabos Gyulával és Gombaszögi Ellával egy részlet, ez nem a mi Szűcsünk. Ez is egy ikonikus mondat a filmben. Igen. Óriási szenzációm van. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve. Mondom, hogy már le vagyok. Ne magáról beszéljen, mert szétrobbanok. Mi van a Kovács Verával? Mi? Rázza meg egy kicsit, nem hallom. Halló, most már érti? Igen? Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van, Szűcs vezérigazgatóval. Igen, de ez nem a mi Szűcsünk, egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Egy kis Szűcs. Nem, mint ahogy mondják, hogy mit Szűcs, kis Szűcs. Sos Szűcs, kis Szűcs. Ne. Mit süt a Szűcs? Várj, még egyszer elmondom világosan, várj egy pillanatra. Javasol, a mi Szűcsünk nincs itt. Nincs, ez egy egészen más Szűcs. Ja, a monoklia van. Mi nem érti? Várjon, megmutatom, ide nézzen. Ilyen van neki. Az operetteknél megfigyelhető az a szál, ami a régebbi magyar filmeknél, hogy mindig van egy primadonna bon vivám, most próbálok párhuzamot hozni, és van egy táncos komikus és szubrett szerep, ugye most itt a táncos komikus kvázi, az abszolút a Kabos Gyula és Gombaszögi Ella, ő a szubrett. De én azt gondolom, hogy egy, hát zicser volt neki azért ez a szerep mindenféleképpen, sőt, hát az alkotó csapat ráalapozta a filmet, de miben is rejlett Kabos Gyulának a titka? Szoktuk azt mondani, hogy hát elképesztően tehetséges, és ugye azért sikeres valaki, mert tehetséges. De ha most megnézzük, hogy ennek a korszaknak a nagy nevettetői, tehát hogy a Kabos, a Feleki Kamil, a Latabár, elképesztően rigorózus, szakmailag nagyon-nagyon precíz, rengeteg munkát a poénokba, a gegekbe beleülő színészek voltak. Tehát ugye a Kabosról híres volt az, hogy ugye ő Budapest először Szabadkára került, aztán Lugosra, aztán Lugosról vissza újra Szabadkára, akkor már a Gózon Gyula miatt. Ugye ők remek barátok voltak, és például Lugoson annyi csintevésük volt, hogy még külön újságrovat is volt a csinteveseikről, tehát hogy ők igazi fene gyerekek voltak, tehát hogy jutott azért idő a szórakozásra is, de a Kabosról hírhet volt, hogy a próbák után is bemaradt a színházban, akár az öltözőben, vagy valami rejtett zugában a színháznak, és ő a poénokat gyakorolta, gyúrta, azt, amit az utcaemberétől látott, azt hogy tudta tökéletesen belevinni egy adott jelenetbe, és ugye ez egy olyan időszaka volt a magyar színjátszásnak, meg a magyar filmkészítésnek is, hogy ugye az, hogy például valaki vidéken volt színház tag, az azt jelentette, hogy akár a hét minden napján egy hónapon keresztül teljesen más előadásokat játszottak. Tehát nem az volt, hogy fölvettek 4-5 darabot, és akkor azt játszották egy évadon keresztül, hanem ha éppen egy darab nem ment, akkor levették, gyorsan bepróbáltak valamit egy vagy két nap alatt, és utána újra játszottak valamit. Ez nem ment a színvonal rovására egyébként? Nézd, abban az időben nem volt internet, tehát nem ragadta el a néző figyelmét más, ugye televízió sem volt. A nézőknek az egyetlen egy szórakozásuk volt az, hogy elmentek a színházba, vagy elmentek a kávéházba, és ami ott történt, az volt a szórakozás, vagy különben otthon a petróleum lámpánál olvasták, amit éppen tudtak, vagy csak ültek és nézték a tüzet. Tehát, hogy ez az, hogy most ez minőségileg mennyire volt jó vagy nem jó, mai szemmel nagyon nehéz megítélni, de nyilván otthon a kanda
Padalló tüzénél azért mégiscsak izgalmasabb volt. Persze nyilván ez is megítélés kérdése, de ebben az időben, ha most megnézed, hogy ugye a 30-as években ugye az, hogy a Kabos közel 40 filmben játszott, mondhatni a rövid pályafutás alatt, tehát volt olyan év, amikor 4-5 film is oda került a filmográfiájában a neve mellé, tehát hogy ez ebben a korban teljesen elfogadott volt, és nyilván egy ilyen felfokozott munkatempóban az, hogy valaki még önmagára szán időt, és nem csak az adott, jó, le van írva, jó, akkor megcsinálom, mert ezt a karaktert már zsigerből hozom, hanem plusz még gondolkozott azon, hogy hogyan tudná ezeket a karaktereket még élőbbé, még szórakoztatóbbá, még a közönséghez közelebb levővé tenni, ezért ő nagyon-nagyon sok erőfeszítést tett, és szerintem ez a sikereinek tulajdonképpen a kulcsa, hogy ugye azt nézed, hogy egyébként Jézus Mária mennyire természetes, de az, hogy mennyi munka van mögötte, azt nyilván nekünk nézőnek nem feltétlenül kell tudni, de lejön a vászonról. Jöjjön ismét egy ikon, Tolnai Klári és Perczel Zita, egyébként ők a főszereplői a következő filmrészletnek, aminek az a címe, hogy Csak most az egyszer. Én olyan boldog vagyok, tisztviselőnő havi 80-as, ezt mind neked köszönhetem. Csacsi vagy, ezt mind magadnak köszönheted. De én tulajdonképpen most be is mehetnék ide, hiszen nekem jövedelmem van. De, bolond vagy, már megint kezdesz? Sárikám, csak egy kicsit lumpolj, csak fölpróbálni egy gyöngycsort, aztán kijönni, no gyere. Meglátod, egyszer baj lesz ebből. Sárikám, csak most az egyszer, csak az érzésére vagyok kíváncsi, no gyere. Ez is egy emlékezetes jelenet azért. Hát ez nagyon, de milyen cukik benne egyébként, nem? Szóval, hogy annyira édes mind a két karakter, egyébként ugye Perczel Zita is, és Tolnai Klári, és akkor beszéljünk egy picit Tolnai Kláriról, aki szerintem abban az időszakban ugye a női színésznőknek az egyik meghatározó alakja, és eleve a szintén a színészetnek az egyik meghatározó, a magyar színészetnek a meghatározó alakja. Mennyire volt neki fontos ez a szerep abban az időszakban? Ugye egy nagyon kiemelt filmről beszélünk, ami óriási közönség sikert aratott, és arat a mai napig. Nagyon érdekes, mert ugye az Új rokon, azt hiszem az volt a filmnek a címe, ami ugyanebben az évben, mikor a Meseautó készült, ők ott indultak a Perczel Zitával. És ugye a Perczel Zita már ott, azt hiszem, hogy a főszereplőt Kittit játszotta, Tolnai Klári meg azt hiszem, hogy a Kenyeres lány szerepébe bújt, és ugye ebben a filmben is kvázi barátnőket játszanak, és ott is volt, ha jól emlékszem, közös jelenetük, de hát még itt mind a ketten nagyon a pályájuk elején voltak, és ugye az, hogy Tolnai Klári az idősebb, ugye, hogy mennyire fiatal volt Perczel Zita, amikor ez a film készült, az nem derül ki, mert simán egy ilyen 25-30 éves hölgynek tűnik, holott ugye 20 év alatt volt, a Tolnai Klári meg már 20 éves volt, amikor ez ebben a jelenetben láttuk, és mégis a Perczel Zita tűnt egyébként idősebbnek minden szempontból, meg érettebbnek is. Hát nézd, akkor sokan számítottak rá, mert ugye nyilvánvalóan akkor, amikor a filmeket elindították abban az időszakban, a közönség siker az egy elvárás volt, tehát mindenféleképpen olyan filmet kellett készíteni, amiért a közönség tódul a mozikba. Ezért is választották azt a kiváló színészgárdát a filmekre. Bocsánat, Viktor, egy közbevető kérdés, amikor azt mondod, hogy közönség siker. Utalok itt arra, amit elmondtál, hogy nagyon kevés volt az impulzus abban az időszakban. Nem volt internet, nem volt a közösségi felületek, nem volt rádió normálisan, úgy nem volt tévé. Értelemszerűen a telefon is csak nagyon-nagyon kezdetleges cipőben járt. A telefon hírmondó még. A telefon hírmondó ráadásul. Mennyire volt meghatározó az, hogy mondjuk milyen egy darab egy színházban, vagy nem volt-e az, és akkor talán értelmet nyer a kérdésem, hogy teljesen mindegy, de hogy kikapcsolódás, szórakozás, és bármilyen is a darab, alapvetően biztosan siker, hiszen nagyon kevés az impulzus, és nem tudunk máshonnan szórakozni. Lehetne ezt mondani, de nem. Tehát, hogy akkor is buktak meg darabok, és akkor is buktak meg filmek. Sőt, akkor sokkal kegyetlenebb volt a közönség. Tehát, hogy a színházban, ha valami nem tetszett, akkor rögtön kifújolta a közönség. Tehát nem az volt, hogy most decensen ülünk, és megvárjuk az előadás végét, és akkor legfeljebb a második felvonásra nem megyünk vissza, ha nem jó a darab, vagy a moziba kisonfordálunk a
széksorok közül, hanem akkor igenis a közönség felállt, és hangos fújolással adott hangot a nem tetszésének a színházban. És visszakérték a mozi és visszakérték a jegyárát, hogy jó napot kívánok, én nem ezért fizettem. De miért volt ilyen kritikus a közönség egyébként? Ez olyan érdekes. Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert hogy nem volt más, ahonnan szórakoztató tartalmat kapjál, és igazából a közönség úgy érezte, hogy neki joga van elmondani erről a véleményét. Napjainkban ez már egyre kevésbé van így, tehát legfeljebb azt mondjuk, hogy jó, akkor nem megyek oda többet, vagy akkor beszúrom a körzőt abba a színészbe, és akkor nem nézem meg a filmjét, vagy abba a rendezőbe, és akkor nem vagyok kíváncsi a következő történetére, de abban az időben a közönség igenis hangot adott, mert így hiszen ugye a színházba járt, volt egy lojalitás a nézők részéről, és igenis elvárták, hogy azon a törzshelyen, ahova ő jár és elkölti a pénzét, ott ő minőségi szórakoztatást kapjon, és végülis, ha belegondolunk abba, hogy ugye itt is a film rendező, ugye Gál Béla, hogy mennyire kiváló színházi ember is volt egyébként, és hogy mennyi mindent tett a magyar kultúráért, ugye a Madách Színház alapítói között üdvözölhetjük, részt vett a magyar színi oktatásnak is, az alapjainak a letételében, aztán ugye a Belvárosi Színháznak is meghatározó alapítója volt, tehát hogy mindegyik pozícióban olyan kulcsfigurák találhatók a vászlon előtt, közben és után is, akik gyakorlatilag tényleg az első pillanattól kezdve nagyon komoly hatással voltak a magyar színjátszás és filmes történetmesélésnek a színvonalára. Persze ez itt a nem csak Tolnai Klárival alkotott nagypárost így még a film elején, hanem ugye végig a film folyamán Törzs Jenővel is. Nézzük most meg egy olyan filmrészletet, aminek az a kis címe, hogy Álmodozás. Mese autóban színezüst erdők során repülünk a szívünk tavaszán. Aranyországút csillogó gyémánt korán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak rám, és a sors fogja tám a volát. Csupa boldogság vár ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján. Ugye Törzs Jenő az életben jóval idősebb volt Perce Zitánál, ezt lehetett tudni, mert Perce Zita 20 év alatt volt, és azt én nem tudom, hogy Törzs Jenő 40 év körül volt, vagy 40 év fölött, de látszik, hogy azért markáns a korkülönbség közöttük. Hát egy filmcímmel hadd válaszoljak, Dollárpapa? Nézd, abban a korban ez azt gondolom, hogy inkább elfogadott volt, tehát ezt nem feltétlenül nézték úgymond olyan rossz szemmel, tehát tudunk a kor nagy hatalmasságai közül, kulturális hatalmasságai közül is mondani, meg aztán a későbbiekben is, hogy ilyen nagyon nagy korkülönbség van idős férfi és fiatal nő konstellációban. Más időket éltünk, de ugye, ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy a Bence is mondta, hogy ugye a társadalmi kilátástalanság. És ugye az, hogy mondjuk van a családnak egy csinos, dekoratív lánya, akkor annak egyfajta üzenet is volt, hogy jó, akkor próbáljunk egy picit alányulni, tehát a nők helyzetén is egy picit próbáljunk általánosságban javítani, mert hogyha mondjuk csinosan jár, jól nevelt, művelt, kiegyensúlyozott, akkor esetleg esélye van arra, hogy mondjuk fölfigyeljen rá egy vagyonos tisztviselő, egy bankigazgató. Ennek volt egyfajta ilyen társadalmi üzenete is, és egyébként ugye, ha megnézzük ezeket a filmeket, még úgy is, hogy ugye most említettük ugye itt a rendezőt, a Rongyosok című korábbi filmjével, amivel ugye egyébként nagyon markáns sikert érte, az ott mondjuk utána az első jelentősebb filmsikere. Ott is tulajdonképpen azt figurázták ki, hogy azért, ha valaki ad magára, és van egy megjelenése, van egy öltözködési stílusa, ugye Chanel mondja, hogy a divat változik, de a stílus az örök. Tehát ugye, amikor van az embernek egy ilyen lendülete az élethez, akkor az bevonza a sikert, és ugye nyilván a depressziós társadalmi közegnek egy ilyen üzenet a filmről, még akkor is, hogyha ez nem egy ilyen nagyon didaktikus, hanem inkább egy ilyen indirekt, de mégis markáns üzenet volt, ez azt gondolom, hogy az, hogy a film sikeres lett, jelentősen hozzájárult.
Viktor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és ezeket megosztottad velünk. Köszönöm. Köszönjük, hogy eljöttél. Tartsanak velünk továbbra is, ez a Meseautó 1934-ből, a szünet után pedig a történelmi háttérrel foglalkozunk. Folytatjuk műsorunkat, ez itt továbbra is a Széles Vásznú Történelem, mai filmünk a Meseautó 1934-ből, melynek rendezője Gál Béla, operatőre Balázs Henrik, és itt van már velünk a stúdióban Ablóczi Balázs történész. Szervusz Balázs, köszönöm. Szervusztok, köszönöm a meghívást. Szervusz, örülünk, hogy eljöttél. Filmhíradóval kezdjük a beszélgetést, hiszen ugye ennek a 30-as éveknek ugye a hátterét ezáltal egy picit megismerjük. Ebben a vonatkozásban az volt az érzésünk mindnyájunknak, akik összefogtunk ennek a nagy ügynek az előbrevitelében, hogy valahogyan ezt a csodálatos pontot, ezt a Margit-szigetet, amelynek nincsen párja sehol a világon, fel kell karolnunk azáltal, hogy az említett értelemben való igény és szükségletkielégítést nyújtó fürdőt és szállodát tudjuk adni. A fürdőváros legmagasabb pontján vagyunk, és nagyon örülök, hogy ezen a kies, szép vidéken, a Schwab-hegyen, ahonnét belátni az egész fürdővárost, egy ilyen szép strandfürdő keletkezik. Itt is a vízzel van dolgunk, a forrásokkal van dolgunk. Ez mutatja, hogy nem alkotunk meg, hanem egy nagy és igazán világ fürdővárost alkotunk Budapesten. A főváros nevében őszinte örömmel veszem át ezt az új fürdőcsarnokot, amelynek célja az, hogy kibővítse ezt a közkedvelt fürdőnket, és azt még vonzóbbá tegye. A külföldön széles körökben elterjedt szellemi sport, a bridge versenyzés hazánkban is általánossá lett. Magyarország képviselői 3 év óta vesznek részt nemzetközi versenyeken, többnyire sikerrel. 1932-ben Berlinben megnyertük a nemzetközi versenyt, ugyanez év nyarán megvertük az osztrákokat Körcsakban, és 1932 őszén a budapesti nemzetközi versenyen lettünk az első, a legjobb angol, osztrák és holland csapatok előtt. A konkur abszolút győztese 100 ponttal Nagy Géza, aki megnyerte a kereskedelmi miniszter úr díját, és végleg az autószépség Vándor díjat. Akárhányszor filmhíradót látunk, a Bence nevetni szokott rajtam, mert ugye nyilván ő pontosan tudja, de hogy én mindig úgy vagyok vele, hogy egy picit úgy visszamennék abba a korba. Nem tudom, hogy egy napra, egy hétre, pár napra. Te most Balázs azt mondtad, hogy te azért nem nagyon. Hát milyen volt ez a 30-as évek Magyarországa? Ugye van egy olyan politikai rendszerünk, amely egy viszonylag rigid, nagyon kevés szociális mobilitás megengedő rendszer volt. Ugye hát itt nagyon sokszor, kicsit talán túlzottan is hangsúlyozok a 3 millió koldust, ami egyébként nem volt 3 millió koldust, de hogy ez alatt és igazából ez szerintem ez adja a két világháború közti Magyarország érdekességét, hogy miközben van egy viszonylag mozdulatlan politikai rendszer, a társadalom elképesztő mértékben modernizálódik. És ez bizonyos értelemben látszik ezeken a filmhíradó bejátszásokon is. Tehát, hogy ha megnézzünk egy más korabeli filmhíradót, már tele vannak fényreklámokkal az utcák. Ottlik Géza, ugye csak a bridge-ről jutott eszembe, aki maga is egy nagy bridge szakértő volt, leírja, hogy egyetemistaként a Kossuth Lajos utcában megnyílt az első automata büfé, tehát hogy be lehetett dobni, azt hiszem, egy pengőst és sonkás szendvicset lehetett kapni. Tehát ezek ilyen nagyon felületi jelek, de az, hogy ez a társadalom él, lélegzik, telefont vesz, moziba jár, kirándulni jár, ugye részben a Meseautó ennek is a lenyomata, hogy az emberek elmennek hétvégére nyaralni, már amennyiben megtehetik, és erre van egy nagyon
meghatározott kormányzati támogatás, tehát ezek a bejátszások nem véletlenek. Tehát az, hogy Budapestet gyakorlatilag a kormányzat nagyon erőteljesen promotálja, hogy egy új, ma úgy mondanánk destináció menedzsment, egy új turisztikai irány legyen, ez nagyon jól látszik, 1938-ra Budapest utoléri Bécset a turisták számában, tehát, sőt meg is haladja. Tehát itt van egy nagyon tudatos építkezés ezen a téren is. Egy picit arról is beszéljünk közelebbről, hogyha valaki mondjuk megszületik Bütykön, Nádasdon, és egy tanyán, a Horthy korszakban mennyi esélye van annak, mondjuk lányként, hogy elvégez egy egyetemet, mondjuk a Pázmány Péter. Hát lányként még kevesebb, fiúként is kevesebb, bár ebben van egy mozgás, tehát a 20-as években ez elég elképzelhetetlen, a 30-as években azért folyamatosan emelkedik a paraszti származású egyetemi hallgatóknak az aránya, de ez még mindig rettenetesen alacsony. Ugye egy adott korosztályon belül 30-40% vagy 50% szerez felsőfokú képesítést, ettől nagyon-nagyon távol vagyunk. Tehát ez nem is biztos, hogy jó egy. De most nem nyilvánítanék véleményt, mint egyetemi oktató, de hogy ez ilyen 1,5-2-3%-okról beszélünk, és ezen belül a paraszti származások aránya eltörpül, tehát ilyen az korszak végére talán 2-3%, miközben a paraszti lakosság Magyarországon, a Magyarország lakosságának 50-60% közötti részét alkotja, tehát hogy itt van egy nagy egyensúlytalanság, ez kétségtelen. A filmhíradóban ugye láttunk sok-sok különböző fontos részletet az akkori korból, többek között ugye Cifra György fiatal zongoraművész játékával kezdődött a filmhíradó, amit érdemes megjegyezni, mert szerintem ez egy nagyon fontos pillanat. Igen, hát itt ugye kvázi csodagyerekként van bemutatva, és ezek a csodagyerekek ugye nagyon sokszor elvesznek. Ő nem veszett el, tehát ő nem csak csodagyerek volt, hanem csodafelnőtt is lett belőle. Ugye nagyon kemény 45 utáni élet után, ugye munkaszolgálatra vitték, már ilyen a kommunista korszakban munkaszolgálatra vitték, és aztán 1956-ban forradalom után kerül ki Franciaországból, egy csillogó művészeti karriert épített föl magának. Tehát itt még azt lehet mondani, hogy az ártatlan gyerekkorban így még a szenvedések elején vagyunk, meg a siker elején, de ez egy nagyon fontos dokumentum egy későbbi ragyogó pályára. Hát meg mennyire elmélyült, és tulajdonképpen az a művész, akit láttunk felnőtt korában, azért ott megjelent a képernyőn. Autó szépségverseny a Margit szigeten, ezzel zárult a filmhíradó, és most jöjjön az első út a meseautóval, Perczel Zita és Törzs Jenőnek a szereplésével. Rengeteg információ eljutott hozzám, többek között a legfontosabb a baloldali közlekedés. Igen, tehát hogy ez itt a korszakban Magyarországon baloldalon közlekednek az autók, ez itt egy picit látszik, ugye azért nagyon átverős, mert az autó maga viszont balkormányos, tehát a meseautó balkormányos, de a korszakban ugye 1941-ig Magyarországon baloldali közlekedés volt, ezt két lépcsőben változtatták meg, először a Budapest és 100 kilométeres körzetén kívül állították át jobboldali közlekedésre az országot, és aztán 1941 novemberétől pedig Budapesten is, és a szűkebb környezetében is. Ugye ez azért, és ennek mai napig vannak nyomai bizonyos értelemben, hát gondoljunk csak arra, hogy a Gödöllői Hév a mai napig a másik oldalon jár, tehát a bal oldalon közlekedik. És bizonyos értelemben, ha megnézzük, elég alaposan megnézzük a Kisföld alatti megállóit Budapesten, akkor azért látszik rajta, hogy igazából az állomások úgy vannak kiépítve, hogy baloldali közlekedésre vannak kitalálva. Tehát, hogy a lépcsők, a lemenő lépcsők, azok bizonyos értelemben fordítva vannak. Nem mindegyik állomásnál, de a többségüknél igen. Tehát, hogy ilyen nagyon éles kanyart kell venni ahhoz, hogy föl tudjunk szállni rájuk. Tehát ez mondjuk egy nagyon fontos része a korabeli magyar automobilizmusnak. Bizonyos értelemben fontos, mert a mindennapokat sokkal jobban meghatározta, mint az, hogy ki volt éppen kormányon. Egyébként, hogyha már az autóknál tartunk, és nyilván a meseautóról beszélgetünk, az autógyártás, mint olyan problematikáját sem kerülhetjük meg.
Balázs, mit tudsz arról, hogy mi az, amit érdemes tudni mondjuk egy átlagos nézőnek ahhoz, hogy megértse, hogy a meseautó az mennyire ritka a korabeli autók közül, és egyáltalán hogyan festett a korabeli autógyártás? Hát ez arra kell gondolni, hogy ez egy nagyon drága dolog volt, tehát ez bizonyos értelemben középosztály számára sem elérhető, tehát ez alapvetően felsőbb osztályok számára volt fenntartva. Arra kell gondolni, hogy a korszakban 1938-ban, tehát a háború előtt közvetlenül Magyarországon 19 ezer darab személygépjármű van. Most ugyanebből, 4 millió van, azt hiszem. Hát tudom, igen, tehát a korszakban Angliában, mondjuk nyilván egy 6-szor nagyobb országban, már ebben a korszakban 2 millió. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon alul motorizált országról van szó. Aminek a száma emelkedik érdekes módon, dinamikusan emelkedik, az például a motorbicikliké, tehát hogy ez egy elérhetőbb dolog volt, és az már egy bizonyos úgy mondanák, hogy a marxista terminológiában munkás arisztokráciának hívott, tehát a jól menőbb gyári munkás is esetleg megengedhette magának, pláne a saját maga tudta szerelni, ugyanis az autóval nem csak az volt a probléma, hogy gyakran meghibásodott, ugye itt a filmben is van egy meghibásodós rész, gyakran meghibásodott, azért elég rosszak az útviszonyok, hogy a tulajdonosnak szerelnie kell, vagy tartania kell egy sofőrt. Ugye gyakorlatilag mind a kettőre látunk példát a filmben, mert Szűcs vezérigazgató viszonylag egyébként napra készen azt mondja, hogy baj van a karburátorral, és akkor ezt ő most megszereli. Tehát nem kizárt, hogy egyébként műszaki érdeklődés emberek maguk is szerelgették az autójukat, de egyébként tartani kellett egy sofőrt, akinek a havi bére azért egy 250-300 pengő volt. Ugye erről egy örök vita volt a korabeli sajtóban, hogy igazából sofőr minek számít. Cseléd, vagy tehát hova legyen besorolva mondjuk egy nagypolgári háztartásban, cseléd, tehát mondjuk a konyha, meg egyebek mellé, vagy ő már valaki kiemeltebb, aki nem ülhet, nem a cselédekkel ül együtt mondjuk a konyhában ebédkor. Tehát, hogy ezek nagyon finom társadalmi mozgásokra utalnak. Tehát itt és hát kialakulnak azok az imázsok a korabeli sajtóban, ha megnézzük, tehát egyrészt van egy csomó előítélet a női vezetőkkel szemben, van egy csomó előítélet a rendőrökkel szemben, van nem egy csomó... Nem veszem magamra a női csomó, vezetők nevében. Nem, ebbe tényleg nem akarok aktualizálni, vagy nem, nincs is rá szükség, de hogy az az imázs, hogy a felelőtlenül hajtó nő az elég hamar megjelenik, tehát, hogy itt, és a sofőrök társadalmi státusza, tehát egy csomó minden egyszerre megjelenik, ami bizonyos értelemben most is velünk van, de hát azt képzeljük el, hogy a korabeli autóforgalomra jellemző, hogy az első közlekedési lámpát Magyarországon, azt a mai Blaha Lujza térnél állították föl 1924-ben vagy 25-ben, tehát hogy... Nem volt addig szükség. Nem volt, ugyanakkor a forgalom miatt már bizonyos belvárosi utcákat például a 20-es évek végétől egyirányosítanak, mert hogy a parkolások meg egyebek miatt nagyon nehezen lehet rajtuk közlekedni. Nem akarok belemenni abba, hogy milyen kressz volt abban az időszakban, meg hogy hogyan tartották be a szabályokat az autósok, mondjuk lámpák, közlekedési lámpák és egyébként akár táblák hiány, de nézzük meg most azt a részletet, hogy utazás a palota, a Herceg Jenő Törzsén ős perccel Zita szereplésével. Halló, baj van? Kell valami? A vezérigazgató úr! Jó napot, kedves! Kedves! Kovács Vera! Persze, milyen kedves meglepetés! Hova megy? Lilafüredre, víkendezni! Igazán? Hát ez nagyszerű, én is oda megyek. Van partnere? A társam. A sofőr. Defekt? Igen, mégpedig elég nagy. Eldugult a karburátor. Hát szívesen segít a sofőr. Nem, köszönöm, megcsinálom én magam is. Ha ugyan Vera kisasszonynak türelme lesz kivárni. Kérem, én boldogan elviszem. Ó, nagyon kedves, de... Bizony jó lesz, ha a kisasszony előre megy. Ez eltarthat késő estig. Hát persze, csak nem fog késő estig az országúton várni. Józsi, hozzád a kisasszony koffereit. Tényleg olyan sok által? Igen, de majd sietek, és amit készen vagyok, indulok én is. Hát akkor Isten vele, János. Viszontlátás. Thank you.
így nézett ki akkor egy meseautó, amelyet, ha jól tudom, egy báró kölcsönzött a film produkciója kedvéért. Így van, ez ugye egy Horch márka, ez egy német gyártmányú autó egyébként, azért is balkormányos egyébként valószínűleg, mert Németországban akkor már a jobb oldalon vezettek. Ez a korszak egyik ilyen, nem tudom, ma mihez hasonlítanánk, de egyik ilyen csúcskategóriás modellje volt. Igen, tulajdonképpen, tehát ez egy ilyen, tudott 120 km/órával menni, olyanok voltak az útviszonyok, azért mondjuk Magyarországon a korszakban azért nem sok helyen volt erre mód. Viszont hát amúgy a mai szemmel még brutális fogyasztása volt, tehát 21 litert fogyasztott százon, tehát hogy ez nem egy nagyon energiatakarékos valami. Ugye benzinkutak viszonylag ritkán voltak, tehát hogy azt azért is kellett találni. És mennyibe került a benzinok? Arányosan tulajdonképpen olcsó volt, mint ma, de hát, hogy az nem volt olyan drága, viszont hát ilyen fogyasztás mellett azért ez tudott drága lenni. Ugye maga az autó nagyon érdekes, mert bizonyos értelemben, amennyire ezt lehet tudni, az autó eltűnt. Volt egy peres ügy belőle egyébként, tehát egy ilyen fura eladás a film után, úgy árulták, mint hogy eladó a meseautó, stb. A háború alatt eltűnt, tehát még simán előfordulhat, hogy a romjait valahol megtaláljuk egy alföldi tanyának a fészerében, vagy nem tudom, valahol, bár ez nem tűnik nagyon valószínűleg, mert az elé kerülhetett volna, de nagyon titokzatos a sorsa, mert a háború után nem tudni róla semmit. Vagy hát ilyen legendák vannak, hogy hol bukkant föl, de igazából nem tudunk róla semmi pontosat. Sőt, még a legendához az is hozzátartozik, hogy állítok, perccel Zita is kajtotta ezt a járgányt valamikor a forgatás közben, és megállította egy rendőr, és igazoltott, és nem volt nála a jogsia, és ezért megbüntették. Hát az probléma. Igen. Viszont ha már perccel Zitánál tartunk, elárultál nekünk itt egy titkot, vagyis most mi is elárulhatjuk a nézőnek, hogy ugye Perce Zita magasabb volt, mint Törzs Jenő. Úgyhogy Törzs Jenő valami magasított talpú cipőt, talbetétet. Igen, a közös végül jeleneteknél ez volt a, tehát hogy magasabbnak tűnjön. Vannak olyan tudósítások, amik arról, vagy földolgozások, amelyek arról szólnak, hogy Törzs igazából egy nagyon kitűnő színházi karakterszínész volt. Bizonyos értem a mozis meg a színházi karrierjét ez vetette vissza egy kicsit, hogy relatíve alacsony volt, ugye, ami a korszak színpadi meg elvárásainak már nem felelt meg olyan mértékben, és hát itt már szó volt róla, hogy ugye egyébként óriási korkülönbség van közte az akkor még 16-18 éves Perce Zita, és ő pedig már jóval 40 fölött volt vagy ebben az időszakban, tehát hogy, de ugye ahogy itt elhangzott, ez a korszakban nem is volt meglepő, meg ez bizonyos értelemben egyfajta megint csak a társadalmi mobilitás sugallt. Tehát ez nem volt olyan megbotránkoztató, mint most sem megbotránkoztató nyilván, de hogy nem furcsálkodtak rajta annyira. A középosztály millióban ez egy elég bevett dolog volt, hogy akár érettségi után elvenni azt a lányt, egy nála 10-20 évvel idősebb valaki, vagy meg egy érett férfi elveszi azt a lányt. És hát ne felejtsük, egy vezérigazgatóról van szó, tehát egy bankban nem fogunk tudni 29 évesen banki vezérigazgatók lenni. Tehát oda föl kell emelkedni valamilyen módon, és akkor ott egy meglett férfinak kell. Láttuk itt a filmen Lila Füredet. Ezt is mi bontsuk egy picit, ha van még rá időnk, mert hogy a korszakban azért a turizmus is kezdett valamilyen szinten, ha más nem gyerekcipőben, de felvirágozni, felfutóban lenni. Erről mit lehet tudni? Mi az, ami a húzó ágazata volt a magyar turizmus? Hát ugye itt a magyar turizmus fejlesztésére, főleg a 20-as évek végétől Budapest fürdőváros, különböző szállodaépítések, ugye a legkarakteresebb ezek közül a Lilafüredi palotaszálló, de bizonyos értem a Gajatetői szálló is ezek közé tartozik, illetve például Pécsen megépül a Hotel Kikelet, amelyről Gál Béla egyébként néhány évvel később szintén forgat egy filmet. Amúgy, tehát ennek kicsit vannak ilyen promóciós célja is. A Lilafüredi palotaszálló az egy nagy presztízsberuházás volt, szorosan hozzákötve a miniszterelnök személyhez, tehát Bethlen Istvánnak ott vadászterülete volt, és ez egy személyes projektje volt, hogy itt épüljön, és hogy visszacsatolnék még a filmhíradókra is tulajdonképpen, az a Lux Kálmán a tervezője a palotaszállónak, aki egyébként a Margit-szigeti Domokos Kolostornak a feltárását vezeti, tehát a mai napig emléktábla őrzi az emlékét, és egy kicsit megnézzük a szálló alaprajzát és elrendezését, két dolog elég világosan látszik rajta. Ugye Lux egy nagyon ismert, ma úgy mondanák, hogy műemlékvédő építész volt, esztergomi várpalota felújítása. Hát a Hortikorszak Rádai Mihályon. Egyik ilyen vezető építésze, ugye akkor már műegyetemi tanár, és a bizonyos értelemben ez egy királyi palota, az ő általa elképzelt budai vagy esztergomi királyi palotának az alaprajzát követi bizonyos értelemben, és egy nagy omázs egyrészt Hunyadi Mátyás előtt, tehát tele van olyan üvegablakokkal, elnevezésekkel, motivumokkal, amelyek Mátyás utalnak, illetve Nagy Lajos királyra, tehát egyfajta ugye utalással Diósgyőrre, tehát egyfajta tulajdonképpen a középkori magyar nagyhatalom imázsát adja vissza, másrészt az elveszített városokra és különösen tátrai gyógyszállókra emlékeztet. Tehát, hogy volt egy kimondott cél, hogy
ez lesz az új Tátra Lomnitz tulajdonképpen, viszont az üvegablakokon Bártfa, meg Brassó, tehát az elveszített városok voltak ebbe beleöntve, és nagyon fontos volt a korszakban, hogy ezt mindezt magyar iparos emberek rendezték be. Az volt a nagy szám, hogy minden szobában volt külön, egyedül a Philips rádió, ami minden szobában volt, ez nagy újdonság volt, az nem magyar gyártmány volt nyilván, tehát hogy így ez volt az imázsa, sose volt nyereséges a 30-as években, tehát ez egy ilyen valószínűleg promóciós célú film is volt, és a ráfordított pénzösszegek nagysága miatt elég komoly belpolitikai viharokat váltott ki, tehát például a megnyitójára Bethlen István és Horthy Miklós már nem ment el, tehát csak alacsonyabb rangú kormányzati tisztviselők nyitották meg, de hát egy kiemelt beruházása volt, a korszaknak hatalmas területet megmozgatva, tehát ott olyan földmunkák, meg kisajátítások történtek, amik hát eléggé országos szintűvé emelték az egész építkezést. Balázs, a beszélgetésünk végére azt szeretném tőled kérni, hogy nagyon röviden mondd el, hogy kinek ajánlod a Meseautó című filmet. Mindenkinek, akit érdekel ez a korszak, nyilván, mert ha figyelmesen nézzük, akkor nagyon sok olyan apró jelet látunk benne, amiből azért a korszak mindennapi életére is lehet következtetni. Tudom, hogy a film az mindig egy megváltoztatott valóság, de például ugye Kovács Vera a Hadnagy utca 5-ben lakik, ami a Tabánban van, amit éppen ekkor kezdenek el bontani egyébként. Ugye van egy csomó olyan apró jel, 80 pengővel lépünk be egy bankba, ami hát ugye tudjuk, hogy 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, de hogy mégis a 80 pengő az kevés volt. Tehát akit érdekel a korszak, akit nyilván érdekelnek a romantikus történetek, hiszen itt egy őstípussal állunk szemben, és mindazokkal, akik mondjuk szeretik ezeket a csodálatos színészeket, beleértve Törzs Jenőt, Tolnai Klárit, vagy Perczel Zitát is. Hablonci Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és hogy ezeket megosztottad velünk. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljöttél ezen. Ez volt a Szélesvásznú történelem, találkozunk a jövő héten, és akkor is nézzenek minket, viszontlátásra. Viszontlátásra.